Az Európát sújtó energiaválság híreivel folytatjuk a ma reggel adását. Brüsszel szankciós politikája miatt energiaválság és folyamatosan emelkedő infláció sújtja Európát. Az Oroszországra kivetett büntető intézkedések Moszkvát nem gyengítették meg, ugyanakkor egyre nagyobb bajt okoznak az egész kontinensen. Most megtudhatjuk, milyen nehézségekkel küzd Románia, Horvátország és Szlovénia. Kezdjük is Romániával, ahol rettegve várja a villanyszámlákat a fogyasztók zöme, miután a szolgáltatók egy része több hónapos késéssel horribilis összegekről állít ki számlát a fogyasztóknak. Hiába védi ársapka a villamosenergia árát, a romániai háztartások nagy része eddig soha nem látott nehéz időszakra készülhet. Székelyudvarhelyről Száva Enikőt kapcsoljuk most. Miért nem számláznak időben a nagy energiaszolgáltatók, és mit tehetnek a fogyasztók ebben a kaotikus helyzetben? Jó reggelt kívánok! Hát a legtöbb rendellenességet az elektrika áramszolgáltató ügyfelei tapasztalhatták meg. A cég azzal magyarázza a számlán megjelenő, hát logikátlanul magas értékeket, hogy a sorozatos jogszabály módosítások miatt többször volt kénytelen változtatni a szoftverén, ezért nem tudott havonta számlázni, így most több havi fogyasztás értékét törlesztik az ügyfelek. A felhasználók úgy vélik, hogy a vállalat drágábban fizetteti meg velük a nyáron elhasznált áramot, az elektrika viszont állítja, hogy a korrekciós számlákat nem a mostani ár szerint, hanem a számlázási időszakban érvényes díjszabás alapján állította ki. Magam is láttam ilyen hatalmas, óriási értékű számlákat, és valóban érthetetlen, hogy nem az elfogyasztott, hanem a 3-4 hónapnyi becsült fogyasztásra állított ki számlát a cég, annak ellenére, hogy az ügyfelek beküldték a fogyasztásuk pontos mértékét. Most a szerződés szerint az áramszolgáltató csak akkor élhet a becslés lehetőségével, ha semmilyen adatot nem kap, vagyis nem küldött adatot a mérőóra leolvasásával megbízott áramszolgáltató cég sem, és a fogyasztó sem. Az elektrika vezetősége felszólította az ügyfeleit, hogy jelentkezzenek, ha rendellenességre gyanakodnak, és igyekezzenek dokumentumokkal alátámasztani a panaszt, és azt is ígérték, hogy minden esetet kivizsgálnak, a telefonos szolgálat viszont mindig foglalt, ezért a honlapon vagy a mobil applikáció segítségével lehet próbálkozni, megoldást keresni. Romániában egyébként szeptember 1-én lépett hatályba az a sürgősségi kormányrendelet, amelynek következtében a lakosság nagy része továbbra is hatóságilag szabályozott áron juthat villamos energiához. A kormány áprilisban már bevezette az árstoppot, most emelt az áron és csökkentett a kereten, ami azt jelenti, hogy a szeptemberi kilovattóránként 60 forintnak megfelelő ár a tavalyi értéknek körülbelül a háromszorosa, ezért a legtöbben nyilván takarékoskodnak, még a vállalkozások is természetesen, amelyek jóval nagyobb áron juthatnak villamos energiához, és azok a magánszemélyek, akik elektromos berendezésekkel fűtenek, hát nagy valószínűséggel nem számíthatnak szubvencióra, mert a fogyasztásuk nem fog beleférni az új keretbe. Szeptember 1-től a kormány 300 kWh-ról 255-re csökkentette a havi fogyasztási küszöböt, tehát támogatott áru elektromos energiához már csak a havi 255 kWh alatti fogyasztás esetén juthatnak a háztartási fogyasztók. Ami a földgázat illeti, újabb cég dobta be a törölközőt, bezárta meg a Construct gázszolgáltató, így valószínűleg további problémákat okoz majd az energiaellátás Romániában. Horvátországban a kormány ismét korlátozná a vasárnapi nyitvatartást. Az elmúlt 10 évben ez a kezdeményezés már 3-szor kudarcba fulladt, főleg a kereskedők ellenállása miatt. A dráguló energiárak azonban már a vállalkozókat is arra sarkalják, hogy spóroljanak, így már nem tiltakoznak olyan hevesen. Zágrábból Kriák Krisztina jelentkezik. Mennyire indokolt ez a lépés abban az országban, amelynek stratégiai ágazatai a turizmus és a vendéglátás? Nem okoz ez további problémákat? Jó reggelt kívánok!
A jelenlegi szabályozás értelmében Horvátországban a boltulajdonosok maguk dönthetik el, mikor dolgoznak, így akár az év minden egyes napján nyitva tarthatnak, feltéve, hogy alkalmazottaiknak biztosítani tudják a kellő számú szabadnapokat. A tervek szerint a turisztikai idény kivételt képezne a rendelet alól, ugyanis nem teljes boltzárról döntene a kormány, 16 vasárnap kivételt jelentene az évben. Hogy melyik vasárnapról lenne szó, azt a boltok maguk határozhatják meg. Az üzletek vasárnapi zárvatartásának bevezetésére még a 2020-as parlamenti választások előtt tett ígéretet a kormány, ezt azonban később a koronavírus járvány miatt elhalasztotta, mivel a vállalkozók többek között azzal érveltek, hogy a vasárnapi zárvatartás akadályozná a felzárkózásukat a pandémia idején elszenvedett veszteségek után. Most arra azonban egyre több vállalkozás kerül bajba a megdrágult energiahordozók miatt, így spórolásra kényszerülnek. A munkaerőhiány, valamint a magas villany és fűtésszámlák a kereskedőket is arra kényszerítik, hogy csökkentsék a költségeiket, így a kormány most ismét előállt a témával. Egyes vállalatok már mérsékelték a termelésüket, vagy rövidített munkaidőt vezettek be. Horvátország egyetlen műtrágyagyára, a petrokémia, a magas földgázár miatt még tavasszal leállította a termelését. A vállalat a háztartások után a második legnagyobb gázfelhasználó volt az országban. A kormány intézkedései nyomán a háztartások számára jövő év áprilisáig nem drágul a fűtés, a vállalkozásoknak azonban tavasz óta a háromszorosára, négyszeresére is megnőtt a gáz és villamos energia számlája. Horvátországban a magas inflációs szintet, amely szeptemberben elérte a közel 13%-ot, elsősorban az energiaárak szárnyalása okozta. A horvát állampolgárok átlagosan jövedelmük 40%-át költik élelmiszerre. Az Európai Unió ezért az infláció által leginkább sújtott tagállamok közé sorolta Horvátországot. A drágulások jól érzékelhetőek voltak az idegenforgalmi szezonban is. A látogatók és a vendégészakák száma ugyanakkor alig maradt el a 2019-es pandémia előtti rekordév adataitól. Horvátországban a turizmusból származó bevételek a GDP közel 20%-át teszik ki. Bár a harmadik negyedévre vonatkozóan még nincsenek végleges adatok, éppen a sikeres turisztikai év miatt az Európai Unió statisztikai hivatala Horvátországot az előzetes adatok szerint a negyedik legnagyobb negyedéves gazdasági növekedést produkáló országok közé sorolta. Zárjunk Szlovéniával, ahol az egy évvel korábbihoz képest jelentősen csökkent a villamos energiafogyasztás szeptemberben a dráguló energia miatt. Számos vállalat ugyanis csökkentette termelését. Lendváról Magyar Lovrics Mirjana jelentkezik. Milyen intézkedésekkel igyekeznek a vállalatok ellensúlyozni az energiaválságot Szlovéniában? Szép reggelt kívánok! Hadd kezdjek egy kis statisztikával. Szeptemberben éves összevetésben a villamos energiafogyasztás 4,4%-kal csökkent, a földgáz felhasználás pedig az előző 5 év átlagfogyasztásához képest augusztusban 14, szeptemberben 11%-kal csökkent, az októberi visszaesés pedig az eddigi adatok alapján még nagyobb mértékű lesz. Mindez elsősorban az ipari felhasználás visszaesésének következménye. A dráguló energia miatt számos szlovén vállalat küzd hatalmas problémákkal, egyre több cég jelent be termeléscsökkentést, üzembezárást vagy műszakcsökkentést. Egységes válságkezelés nincs, egy-egy vállalat figyelembe véve saját specifikumait igyekszik a legjobb tudása szerint oldani problémáit. Itt a lendvai ipari övezetben működő több mint fél évszázados múlttal rendelkező Várstroj vállalatban például a legnagyobb energiaköltséget a földgázra működő lakkozó műhely jelenti. A cég az elsődleges terv szerint energiahordozót váltott volna, ez azonban túl költségesnek bizonyult, ezért most nagy valószínűséggel átáll a 10 órás munkaidőre. A munkahét így hétfőtől csütörtökig tart majd. Az év végéig pedig az egyik gyártócsarnokára napkollektorokat szerel fel, ezzel pedig önerőből tudja majd biztosítani az elhasznált villamosenergia 60%-át. A lendvai Várstroj vállalat a szerencsésebbek közé tartozik, mert egyelőre nem csökkenti termelését és nem bocsájt el dolgozókat. A legnagyobb bajban az igazán nagy energiafelhasználó vállalatok találták magukat. Ilyen például a Kidricsevoi Talum fémtermékgyártó cég
melynek az energiapiaci helyzet miatt kevesebb, mint egy év leforgása alatt októberben immáron harmadszor kellett csökkentenie az alumínium termelését, az összesen 160 elektrolizáló cellájából mindössze 20 üzemel. Az eddigi legdrasztikusabb lépésre pedig az MM csoport által üzemeltetett hat európai papírgyár egyike, a Szlovéniában található MM Količevo szánta el magát. A vállalat leállította két kartongyártógépe közül az egyiket, és egy negyeddel, vagyis 110 dolgozóval csökkenti a 412 fős állományának létszámát. A szlovén kormány a válság enyhítése érdekében már hozott intézkedéseket, a kisvállalkozók számára például meghatározta a legmagasabb áram- és földgázárakat, a villamosenergia és a kizárólag fűtésre használt energiahordozók áfakulcsát 22%-ról 9,5%-ra csökkentette, és 80 millió euróval támogatja a vállalatok energiaköltségei fedezését. A szlovén gazdasági kamara és a cégvezetők szerint azonban ezek az intézkedések korántsem elegendőek, ezért felszólították a kormányt, hogy vezessen be olyan intézkedéseket, amelyek korlátozzák az energiahordozók nagykereskedelmi árát, és támogassa a rövidített munkaidő bevezetését. Tudósítóinknak ezúttal is köszönjük szépen a jelentkezést és a legfrissebb információkat.